Hát igen, nem Starbucksot iszom. Én itt csinálom a saját kávéfőzőmmel magamnak a kávét, mint egy szegény ember. Még az ekkora influencereket is elérte a válság, nincsen egy ember, aki minden nap elmegy nekem egy igazi Starbucksért. Nekem kell így betömködni a kávét, felmelegíteni a tejet hozzá. Ilyen lehet ilyen egyszerű halandónak lenni, mint ti. Gyomorforgató élmény, nem tudom, hogy tudtok így élni. Látjátok, mindenki kiveszi a részét abból, hogy az EU elhibázott szankciós politikája miatt ilyen szarul állunk. Ja, hogyha már erről beszélünk, akkor mi lenne, ha segítenénk öreg Vityának megint segítségkel, és mint tudjátok, ezen a csatornán már régóta, hát hagyomány, hogyha Vityának segítségkel, akkor mi ott vagyunk. Mielőtt rátérünk, ugye a nemzeti konzultációt együtt kitöltjük, azelőtt gondoltam, hogy megnézzük, mire megy el az adóforintjaink, mert most, ha minden igaz, megint beindult a megafon, gondoltam, hogy ránézzünk, hogy most, amikor nincs pénzünk még arra, hogy az iskolákat fűtsük, nézzük, hogy a megafonba miért mennek a milliók, és miért fizetjük például olyan emberek, mint a öreg trombitás Kristóf tesómat, szevasz tesó! Nagy haver, igaz, még sose találkozunk, de biztos jóba lennénk. Figyeljetek ezt az epic képet. Jézusom! Jézusom, mennyi fehér keresztény férfi van itt. Nekünk is bárcsak lenne egy ilyen képünk a Gyurcsánnyal. Ott áll az összes lipsi. Az a baj, hogy irigy vagyok, hogy nem lehetek ennek a, hát, puncipusztító társaságnak a tagja. És ezért mindig csúfolom őket, mert kisebbségi komplexusom van. Ez az igazság. Megnézem, hogy mostanában fizettünk a trombitásnak a posztjaiért. Igen, márciusban még agyon hirdették őket, és még áprilisban is. Most októberben kezdték el megint hirdetni a dolgokat. De miért nem írja, itt van mondjuk ezért, mennyibe került nekünk? 5-600 ezeret költöttünk erre, a másik hirdetés meg 8-900 ezeret, szóval. És ezért a másikért mennyit fizettünk? Hát ezért is több, mint egy milliót összesen. Szóval ha már ráköltöttünk erre a hirdetésre, már minimum, hogy megnézem, tudod, nem? Ki miatt emelkedik az élelmiszerek ára egész Európában? Na, ki miatt emelkedik az élelmiszer ára egész Európában? Lehet tippelni. Kérem a kommenteket. Szerintem a baloldal Soros és Brüsszel miatt. Egész Európában. Tudod, kik miatt szálltak el az energia árak? A baloldal Brüsszel Soros. Tudod, kik miatt fenyeget üzemanyaghiány és nő az infláció? Aj, kik miatt már? Ne tüzeljél! Kristóf, nyomjad az arcomba! Elárulom nektek. A szankciópárti brüsszeliták és... Brüsszel, bingo, ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding! Jelöljétek Brüsszel! Pedig együtt a magyar baloldal miatt. A baloldal miatt, egész Európában. Orbánék 12 éve kétharmaddal kormányoznak, és meg mindig több befolyása van a baloldalnak. Én erre nem lennék büszke. Szóval 12 éve, már negyedik kétharmaddal kormányoznék, és még mindig a baloldal lenne befolyással egész Európára, nem mutat jól az önéletrajzon. Hogyha nem volt elég 12 év teljhatalom arra, hogy átvegyék itt a dolgokat teljesen, vagy legalábbis hatással legyenek, az kínos. Ugyanis ők azok, akik tűzön, vízen keresztül kiállnak a szankciók mellett, még akkor is, ha ezzel ártanak egész Európának. Nézzük csak, kik miatt is nőnek a magyarok. Figyelj, jó ez az új háttér, ez a kék-lila. Hasonló irányba megyünk majd mi is az új műsorra. A vágás az nagyon fiatalos, dinamikus. Karácsony Gergely Budapest baloldali főpolgármestere például kifejezetten örül, hogy Magyarországnak nem sikerült megakadályozni az önsorsrontó szankciók bevezetését. Főleg úgy nem sikerült megakadályozni, hogy mi is megszavaztuk. Annak, hogy létrejött a szankciós csomag és... Jó kis techno alatta, nagyon fiatalos ez. Jaj, de fiatalosak ezek a megafonosok. Magyarország végül tudta ezt megakadályozni. És hasonló álláspontot képvisel Márki-Zay Péter, a baloldal miniszter. Szankciós politikát folytatunk Oroszországgal szemben, ami nagyon helyes. És a sorból a szocialisták sem maradhatnak ki. Hogy mit kéne csinálni szerintük? Csendben eltűrni, hogy Oroszország bevonul egy országba, és akkor nyilván katonai módon nem akarunk beavatkozni, és ők sem akarnak, szankciót sem akarnak, szóval azt kéne mutatni Oroszország felé, hogy figyelj, most itt elfoglalod épp Ukrajnát, de meg se szólalunk. Oda se nem is láttunk, mi ott se voltunk. Ez kéne, ez jó üzenet lenne, nem Oroszországnak, hogy mindenki azt mondja, hogy
Hát csinálj, amit akarsz. Még üzennénk is, figyelj, vissza akarod állítani a Szovjetuniót, hát mi nek se szólalunk, nem fogunk semmit csinálni, mindent csináljátok, nyugodtan gyerünk. Ez egy nagyon éles határvonal, hogy szankciók se jók, fegyverrel se lehet beavatkozni, akkor meg az a normális szerintük, hogy nem csinálunk semmit. Vagy csak csúnyán nézünk, vagy olyan röhelyes dolgokat csinálunk, mint a Jakab Péter, aki azt mondta a parlamentben, hogy felkérte a parlamentet, hogy oszlassa fel magát. Ilyen befolyással lehetnénk, ha csak ugatnánk. Elszálljanak a rezsijárak kontinens szerte, és hogy az egekbe verje fel az inflációt. Vajon ez igaz-e? Bár az infláció már elindult egy ideje. Az is érdekes, ami nem tudom, miért nem vizsgálják, hogy mindenhol van infláció, most Amerikában is mindenhol, de miért van az, hogy nálunk a legmagasabb Magyarországon? Még Ukrajnában is kevesebb az infláció. Ez hogy lehet? Brüsszel bábjai ők. Karácsony, Márkizai, Gyöngyösi. Annyira le van egyszerűsítve, hogy a Brüsszel az a gonosz, mint egy amerikai filmben lennénk. Nyilván a Brüsszel, úgyhogy csak egy kicsit használjuk az agyunkat, a Brüsszel, ha más nem, azért a saját érdekeit nézi, ami nem az, hogy hogyan tehetnénk tönkre mindenkit, hanem ez a határ, hogy na most akkor nem támadunk vissza, de nyilván mindent kihasználunk, hogy Oroszországnak megüzenjük, hogy ez nincs rendben. Ha nem a szankció, akkor mi? Akkor mi? Jó, hát köszönöm, hogy ez erre elment. Hát elkészítésére is elment azért sok pénzünk, meg arra, hogy a szponzoráljuk azt, hogy a Trombitás Kristóf a VIP-ben csövezzen a szigeten. De hát azt már büszkén vállaljam úgy. Itt nem lehet ellene felhasználni. Azóta már poénkodtak is vele. Öreg, trombesz. Gyerekek, ez a sziget VIP. Van, aki megteheti, van, aki nem. Ennyi. Ez a sziget VIP. De ez mi volt a célja? Nyilván nem visz, mert nem vicces. Mi volt a célja, hogy valaki megteheti, van, aki nem? Kinek mit intézett a kormánya? Hát igen, neki egy sziget VIP-t. Bár igazából a sziget VIP-nál prolip hely nincsen, mert az igazi VIP-t ezt nem lehet megvenni. Ezt meg lehet venni, ha az a mi adónk, akkor is. Nézzük, még miért fizettünk. Baromi dühös vagyok. És tudjátok kikre? Kikre. Nagyon van kikre. Dühös. Szerintem a baloldalra. Dühös vagyok a magyarországi baloldalra. Tudtam! Az így legyen ötösen alattom. Hogy eladták magukat a globalista érdekcsoportoknak, és dühös vagyok, mert megpróbálják eladni a hazánkat. Magyarország. Hát már nem nagyon lehet eladni a hazánknak, mert már el van adva. Ha jól tudom, Oroszországnak. Úgyhogy ezt vissza kéne venni Oroszországtól, hogy eladhassuk a Brüsszelnek. Ami nem biztos, hogy rosszabb helyen lenne, mint Oroszországban most, én azt mondom. Meg hát el van adva Németországnak is már. Amúgy igazából kínaiaknak is kicsit el van adva. A mészároséknak is el van adva. Szóval ahhoz, hogy a baloldal eladja még egy csomó helyre lesz, vissza kéne vásárolni az egészet. Szágot is. Kiderült ugyanis, hogy a hazai dollár baloldal közel 2 milliárd forintért cser... Dollár baloldal, ez lesz az izé. Amúgy ezt tudják, hogy nem hangzik olyan jól. Én bármikor egy dollár baloldalt szeretnék, mint egy forint jobboldalt. Az egyik egy kicsit erősebb mostanában. Ébe azt teszi, amit Soros György diktál. Az Európát tönkrevágó szankciók mellé állnak. De azért örülök. Ugye az valószínűleg az van, hogy van ilyen egy Brüsszel, baloldal, Soros, migráció, és akkor úgy van, mint a Lamantinok a South Parkból, akik írják a Family Guy-t, csak még egyszerűbb verzió, hogy így ilyen random generált videókat csinálnak, hogy kidobja nekik, hogy most 70% baloldal színlás, 20% Brüsszel és 10% Soros. És akkor most ebbe a kombinációba kell egy videót. És akkor a következő majd másik kombinációba lesz. De hogy mindig egy bizony, ezekről szól az összes. És a baloldal mégis a szankciókat támogat. Ami az is furcsa nekem, hogy azért ez egy sokkal összetettebb dolog ennél, gazdaságilag, hogy miért drágább az energiaár, ez nem most kezdődött. Leegyszerűsítik a világot, hogy erre fogjuk, és csak emiatt, pedig ez egy nagyon összetett gazdasági probléma, csak hát nyilván most azt Mariska nédényt nem érdekli az összetett gazdasági probléma, ami nem csak innen indul ki, hanem rengeteg világon át ívelő dolgok vannak. Egyik hatás van a másikra, a harmadikra. Ez egy összetett probléma, amin a háború nem segített, de nem is ezzel kezdődött. A képlet pedig egyszerű. Soros fizet, Horányi Dávid intézi, hogy jó helyre kerüljön a dollár, ők pedig beállnak a szankciók mögé. Mert ezek azok a szankciók, ami miatt Csehországtól... De hát a Fidesz szavazta meg a szankciókat, hello. Akkor a Fidesznek is köze van a Soroshoz. Még végén kiderül, hogy az Orbánt a Soros tanítatta. De ha ennyire kell nekik a pénz, akkor inkább keressenek valami tisztességes munkát.
Azért, amikor a trombitás Kristóf azt mondja, hogy keresnek tisztességes munkát, akkor annak van egy iróniája. Kristóf, hát én is fizetlek! Tudod, mennyi adót kell befizetnem a céggel, bazdmeg? Rosszul vagyok. Majd kell egy ilyen, minden hónapban emlékeztetlek titeket, hogy mondjuk ahhoz, hogy a cég adjon nektek x forintot, ahhoz annak a cégnek nagyjából 2x-et kell kitermelnie, mert nem elég brutto-netto közötti különbség az megy az államnak, de még a cégnek, ugye a cégenek ezen felül is van adója, meg a cégnek amúgy is van mindenféle IPA, meg ilyen adója, szóval ezek közvetetten mind hozzájárulnak, ezt mind ki kell termelni egy cégnek ahhoz, hogy kifizessen titeket. Szóval minimum a kétszeresét kell kitermelnetek, és utána megkapjátok a fizetéseket, amikor elmentek a boltba, akkor is még ilyen 27% áfát van, amikor kevesebbet, de hogy mondjuk átlagban 20% áfát be kell fizetnetek. Így gondoljatok arra, hogy kb. Minden hónap közepén, most ezt nem majd kiszámolom pontosan, de hogy minden hónap közepén kezdődött el az a pár nap, amikor már munkátokkal ti kapjátok meg a pénzetek. Addig meg mindent eddig az államnak termeltetek. Köztük például öreg trombitásnak is, hogy ezt a videót megcsinálhassák. Mert abban biztos vagyok, ha tovább táncolnak Soros nótájára, akkor abba Európa belerokkam. Szomorú, hogy a 4/3-os Fidesz többséggel se tudnak megvédeni minket a Sorostól, mert akkor igazából minek szavazzunk rájuk? Ezek a legjobb kiírások. Már nem baszakodnak, hogy itt képet csináljanak, hanem csak így kírják. Azt mondta a szlovák külügyminiszter, jogunk van a paroniájához. Hadd egészítsem ki, jogunk van Felvidékhez. Jézus Krisztus az Úrban, miket ír ki ez az ember? Én ismerek felvidékieket, és szinte biztos vagyok benne, hogy nem akarnának most Magyarországhoz tartozni. Pedig milyen jó lenne, nem? Úgy kellni minden nap, hogy megint több százalékkal romlott a fizetésed, gyakorlatilag folyik ki a zsebedből minden nap. De nem költöd el pénzedet hónap végére, akkor gyakorlatilag elkölti az magát. A baloldal ezt a végsőkig eltitkolná előled, én viszont elmondom neked a három legfontosabb dolgot, amit tudnod kell a mostani tüntetések. Várjál, kitalálom, Gyurcsány vezeti a baloldalt. Egy. A baloldalnak ez sohasem a tanárokról szólt. Nyilván most ők a baloldalra fogják, de hogy ezt ne vitassuk már, hogy a diákok állnak ki most a tanárokért, és ez tök jó. És ez szép dolog. A diákok, a tanárok kiállnak, emberek, miért kell mindenbe belekeverni a politikát? Nyilván nem véletlenül van belekeverő a politika, de itt inkább azt érzem, hogy végre van valami kezdeményezés, amit alulról szerveződött. Nyilván oda-oda dörgölőznek az ellenzéki pártok, mert hát nekik ez jól jön a PR-ba. Ez meg valamennyire egy kicsit az az érvés, hogy nem az a lényeg, hogy, amikor azt mondják, hogy jó, de ki mondja. Most ne azt nézzük akkor, hogy ki szervezi a tüntetést, hanem azt, hogy jogos, amit követelnek. Jogos, amit követelnek. Szóval innentől kezdve azzal megtámadni ennek az egésznek a mondani valóját, hogy a baloldal is szervezi, a baloldal is benne van, ezzel magát az egészet még nem, a fő állítást nem cáfoltad meg, hogy amit el szeretnének érni. De hát itt látom a Noir lesz, hát a Noir nekem sem a kedvencem, valljuk meg. Én többször kritizáltam már a csatornámon. Ő mindig ott van, elsősorban. Valaki mindent nagyon a szívén visel, az mindig a Noir, és mindig valahogy pont azt viseli a szívén, amit épp mindenki más, de ő csinálja a leghangosabban, és ez fontos, hogy ő neki az arca mindenütt ott legyen. Engem is kicsit idegesít a Noir, még hogyha a célja jó, általában egyetértek. Hódudor a pénzért teper, a politikusaik pedig azért menetelnek, hát ha kapnak érte néhány lájkot, és némi politikai hasznot szerezhetnek. Könnyen mondod, trombitás, mert neked fizetik a lájkokat. Folyamatosan toljuk beléd a milliókat, hogy elérhess az emberekhez, ha már így, hogy mondjam, nem sikerült fölépíteni a Megafonnak egy influencer se, aki így, hát hogy mondjam, önerőből organikusan eljut az emberekhez. Talán a Varga Ádám az, aki talán úgy építette fel ezt az egészet, hogy ő organikusan is eljutott az emberekhez. Ő nem is megafonos. Ez ugyanaz a globalista kör, akik korábban dollármilliókat pumpáltak a balosok kampányába. Figyelj, ha az megint ugyanolyan hatékonyságú lesz, mint a balos kampány, akkor nem kell aggódnotok szerintem. Még jó. Tönkretették az oktatást. Elvettek egy havi bért. 14 ezer tanárt rúgtak ki, és több száz iskolát zárt. 2005-ös cikkekre mutogat. 12 éve kétharmadon vagytok. 2005-ös cikkekre mutogat. Nyilván igaz, mert a Gyurcsányék is balfaszkodtak, de. 12 év nem volt idő ezt helyre rakni ilyeneket, hogy nem volt. Jó, nem lett minden 12 év alatt. Ezek 100 év múlva is ezzel fognak jönni. Hát, bazzeg. De a Gyurcsány még 3-4-5 nemzedékkel ezelőtt
hát az a Gyurcsány, és így azt mondják, hát igen, a Gyurcsány 2005-ben mit csinált, ezért van 2100-ban is még mindig 150 ezen a tanárok fizetése, amikor egy kenyérre se lesz elég. Állalkoztak nehéz helyzetben. Ja, és van itt még egy dolog. Na, még egy? Az ócska hergelésük köz ártatlan gyerekeket használnak fel statisztaként. Szegény ártatlan gyerekek. Biztos úgy érzik a tüntetők is. Őket a Gyurcsány paliszta be ebbe. Megvezetnek, átvernek és kihasználnak mindenkit. Minden erejükkel azon vannak, hogy valahogy visszamásszanak a hatalomba. Hát a Gyurcsány az tényleg nagyon vágyik erre. Ebben legalább egyetértünk a Kristófa. Pacsi! Jó, azért örültem volna, hogyha azzal, arról is beszélünk, hogy mégis a tüntetés mit akar, és hogy megvizsgálni, hogy vajon azért van-e jogos része annak, hogy itt a tanárok itt kicsivel több fizető akarnak. Az a fizút, amit, hát hogy mondjam, pár éve sem volt túl sok, de most, hogy úgy romlik a forintunk, mintha nem lenne holnap, a halál tusáját vívja a forint, így az a kevés pénz, amit kerestek a tanárok, hát egyre kevesebb. Na, akkor most térjünk rá, hát még mielőtt rátérünk a dolgokra, hogy segítsünk Orbán Vitya tesónknak, segítsünk a nemzeti konzultációval, mert hát igaz, hogy ők megszavazták ezeket a szankciókat, de hát mi hangunk mélyebb, nem? Meglátják, hogy ezekre az irányított kérdésekre az emberek beírták, hogy én nem akarok szankciót, akkor majd Brüsszelben is összehúgyozzák magukat, és az egész Európai Uniónak a politikáját megváltoztatják egy nemzeti konzultáció miatt. De először vegyük végig, hogy miről is beszélgetünk, jó? Szóval miről beszélgetünk? Volt már 8 szankciós csomag. Nagyjából mindig van konkrét személyekre vonatkozó, vagy vállalatokra vonatkozó szankció. Van, amikor a területekre vonatkozik, pénzügyi szektorra, kereskedelemre, energiaszektorra. Ilyenekre szoktak. És az első szankciós csomag az február 23-án került elfogadásra. Vagyonbefagyasztást rendelt el magánszemélyekre és katonai vezetőkre is volt a szankció. Területek közti kereskedelmet, és korlátozta az orosz állam és az orosz kormány az orosz központi bank hozzáférését az uniós tőkepiacokhoz. Erre mit mondtunk mi? Magyarország álláspontja egyértelmű. Támogatjuk Ukrajna szuverenitását és területi integritását, mint ahogy mindig is tettük, és nem bontjuk meg az európai egységet a válasz tekintetében, mint ahogy sohasem tettük. Hazugságok jelentek meg Magyarország álláspontjával kapcsolatban a tegnapi nap folyamán, ezért szeretném világossá tenni, hogy Magyarország része és részese az egységes európai válasznak, mint ahogy eddig sem vétóztuk meg a keleti szankciók ügyét, ezúttal sem fogjuk azt megvétózni. Szijjártó megígérte, hogy nem fogják ezután sem a szankciókat akadályozni, de aztán jött is nem sokkal később, 2 nappal később egy második szankciós csomag. Újabb ilyen személyekre fókuszáló szankciók voltak. Megtiltották az EU-s tőzsdéken kereskedést az állami tulajdonú orosz vállalatok részvényeivel. Megtiltották egyes hadiparban is használatos termékek, például a félvezetők kivitelét Oroszországba. Exporttilalmat vetettek be olajfinomításban, illetve repülésben és az űriparban használt termékekre és technológiákra. Szóval nézzük, erről mit mondott Szijjártó. Ha már erről fogunk konzultálni, akkor legyünk már tisztában vele, hogy mit kell gondolnunk. Nézzük, a Szijjártó mit mond. Külügyek tanácsa elfogadta a szankciós csomagot. Egy erős és robusztus szankciós csomag került elfogadásra. Oké, aztán a harmadik szankciós csomag... Célzott szankciók voltak magánszemélyekre, médiumokat szankcionáltak, műsorszolgáltatásokat, berepülési tilalmat, pénzügyi tranzakciót tiltottak meg az orosz központi bankkal, 7 orosz bankot kitiltottak, a SWIFT ebből letiltották őket. Ilyenek történtek. Az Európai Unióban megfogalmazódott egy közös döntés, amelynek természetesen mi magyarok is részesei vagyunk, hogy egy újabb szankciós csomagot fogadjunk el Oroszországgal szemben. A Magyarország az egység jegyében természetesen részt vesz azokon az egyeztetéseken, amelyek a szankciós csomag különböző elemeit állítják össze. Fontos szempont számunkra az, hogy Magyarország energia ellátásának biztonsága az garantált legyen. Ezt is megszavaztuk, és kiálltunk mellette. Aztán március 15-én jött a következő szankciós csomag.
orosz állami vállalatokkal megtiltották a pénzügyi tranzakciót. Luxus termékeket, vas, acél, kereskedelmet azt korlátozták az EU és Oroszország között. Korlátozták az energiaszektorban használt eszközök és technológiák oroszországi exportját. Nem engedtük, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát, és nem engedtük kockáztatni a magyarországi energiaellátás biztonságát. Ezért nagyon sokat vitáztunk az elmúlt 4 napban, és örömmel jelenthetem, hogy sikerrel vitáztunk, hiszen a szankciók semmilyen módon nem érintik az Oroszországból Európába irányuló energiaszállításokat, így Magyarország energiaellátásának biztonságát nem érinti, nem kockáztatja, nem hozza nehéz helyzetbe ez az új szankciós csomag. Na, lemaradtam valamiről. Az a lényeg, hogy biztonságban a magyar energiaellátás, ezt írja, ez a címe ennek a live-nak, és valójában ebben a szankciós csomagban. Ezt is megszavaztuk, elméletek, itt is biztonságban vagyunk. Aztán jött április 8-án, bankokra egy csomó új tilalom van, közbeszerzési eljárásból kizárták orosz vállalatokat, kikötőket lezárták az orosz hajók elől, kivéve ami humanitárius segítséget vagy energiahordozót szállítanak. Szén és egyéb szilárd fosszilis tüzelőanyagok behozatalának tilalma. Szijjártó Péter, most is tárgyalnak a kollégák itt Brüsszelben egy új szankciós csomagról, nekünk vörös vonal, hogy a nukleáris energia felhasználásához kapcsolódó minden tevékenységnek mentességét kell élvezni a szankciók alól. Ezt egyenlően sikerült elérniük. Aztán jött június 3-án a 6. szankciós csomag, amit Orbán Viktor nagyon sokat bírált utólag. 3 további orosz médium kapott, 80 vegyi anyag orosz exportját korlátozták, amelyek fegyver előállításhoz lehet használni. Nyersanyag és egyes kőolaj termékek behozatalának tilalmáról is szólt ez a szankciós csomag. A tilalom a nyersolaj esetében decembertől, a kőolaj termékek esetében jövő februártól érvényes. Egy idéglenesnek mondott, de meghatározott időkorlát nélkül kivételt vezettek be a csővezetéken szállított nyersolajra, azon országok tekintetében, hello, amelyek különösen függnek az orosz importtól, és ahol nincs alternatíva erre. Ezt már nem Szijjártó jelenti be, mert akkora győzelem, hanem maga Orbán Viktor. Vitya, vitya, égre vitya már, hiányzol! Éjjel 1 óra van, most ért véget az Európai Tanács ülésének első napja. A legfontosabb hír, hogy megvédtük a rezsicsökkentést, sikerült visszaverni a bizottságnak azt a javaslatát, amely betiltotta volna az Oroszországból származó olaj használatát Magyarországon. Egy olyan megállapodást hoztunk tető alá, amely kimondja, hogy azok az országok, amelyek az olajat csövön keresztül kapják, továbbra is a régi föltételekkel folytathatják a gazdálkodásukat. A családok ma este nyugodtan aludhatnak, a leghajmeresztőbb ötletet sikerült kivédeni. Figyelj, akkor a 6. szankciós csomagnál is sikerült kivédeni a dolgokat. Egyelőre jól állunk, nem? És már csak 2 szankciós csomag van. Ez egy kiigazítási és összehangolási csomagnak nevezett. További magánszemélyekre, az mindegyik csomagnak a tagja, mindegyik csomagban volt kifejezett személyekre szabott szankció. Megtiltott az arany és egyes ékszerek behozatalát, szóval csak ilyen kis apróságok voltak benne. Én fontosabbnak gondolom azt, hogy mi nincsen rajta. Az energiahordozók szállításának szankcionálásáról, korlátozásáról ez a javaslatcsomag nem rendelkezik. A Gazprom bankkal való tranzakciós tilalom életbe léptetése az ellehetetlenítette volna a földgázszállításokat Oroszországból az Európai Unió területére, így már a most elénk kerülő szankciós javaslatban a Gazprom bank nem szerepel, mint hogy nem szerepelnek egyáltalán az energiahordozók szállításához kapcsolódó semmilyen, még egyszer aláhúzom, semmilyen korlátozások. Nincs itt gond, hogy látom. Már csak egy van hátra. A 8. szankciós csomag, és itt most nem a fake news, telex, meg a soros, meg a 444-ből tájékozódunk, miatt ez lenne a problémájuk itt az embereknek, hanem ezt mind közvetlen a Szijjártó és Orbán mondja el nekünk. Hogyha ez se elég jó forrás, akkor ki?
Akkor ki? Szóval a 8. szankciós csomag október 6-án volt, tehát ez nem is olyan régen volt. Újabb magánszemélyek ellen, szakadár területekre is vonatkozik. Uniós állampolgárok nem lehetnek orosz állami vállalatok igazgató tanács tagjai, blabla, kripto, pénzügyi szolgáltatások, olaj sapkáról is döntött. Ez valójában azt tiltotta meg, hogy uniós vállalatok közreműködjenek az orosz nyers olaj vagy kőolaj termékek tengeri szállításában az EU-n kívüli országokba. Nézzük erről, a Szijjártó hát csak írt. Mi van a videózással? Már nincs idejük rá? A kormány ezúttal sem támogatott olyan szankciós intézkedések, amelyek kárt okoztak volna Magyarországnak, magyar embereknek. Keményen tárgyaltak, elérték, hogy a szankciók alól kivételt kapjon a nukleáris energia, így azok nem vonatkoznak a paksier atomerőműre. Magyar energiaellátás biztonságát fenyegető magyar embereknek kárt okozó szankciós intézkedések, tehát ismételten sikerült megakadályozni. Szóval, összességében, és segít nekem ez az összefoglalóit, orosz olaj behozatalára vannak szankciók, de azok még nem léptek életbe, és valószínűleg Magyarországon nem is fognak. Orosz gázra meg semmilyen szankció nem született még az Unióban. Szóval most így állunk a szankciókkal, hogy a gázra sosem volt, az olajra meg nem lépett még életbe, és valószínűleg Magyarország tekintetében nem is fog. Érdekes, hogy miközben minden a szankció miatt drága elméletileg, bár ránk nem vonatkozik, sőt, nekünk az Oroszország ugye megígért annó még, ezt is megígértek, hogy ide olcsón fog jönni minden, megtárgyalták ezt nekünk. Gyakorlatilag minket megvédtek az Orbánék a szankciós politikától, ha jól tudom, jól látom. Úgyhogy most már a teljes a tudás birtokában vagyunk. Nézzük most meg a nemzeti konzultációt. Ja, és ennek ellenére ugye rohadt drága itt minden, csak mi jobban megérezzük, mert szarabb a fizetésünk. Az forint az jobban romlik, mint bármelyik más fizetőeszköz, kb. A világon, de hát jó nem. De az Unióban mindenképp. Hol lehet kitölteni a nemzeti konzultációt? Szóval, kérjük, töltsük ki a kérdőívet. Nézzük, brüsszeli szankciókról, elmondom a véleményem. Olaj szankciók bevezetéséről döntött. Oké. Okay. Mielőtt még én eldönteném, hogy egyetértek-e a szankciókkal, vagy sem, segítenek azért. A háború kirobbanása után még egyetértés volt abban, hogy az Oroszországgal szembeni szankciók nem terjednek majd ki az energiára. Ennek ellenére Brüsszelben júniusban arról döntöttek, hogy megtiltják az Oroszországból érkező olaj és olajtermékek importját. Magyarország mentességet harcolt ki, mert több évre és több 100 milliárd forintos beruházásra lenne szükség az orosz nyersolaj helyettesítéséhez. Az olajembargó Magyarország esetében komoly ellátási problémákhoz vezetne, és óriási terhet jelentene a gazdaságnak. Ön egyetért a brüsszeli olajszankcióval? Én amúgy egyet értek, bár sokra nem megyünk vele, mert hogyha nem mi vesszük meg, akkor úgyis megveszi majd más, ugyanez a gázért, akkor majd megveszik Ázsiába. De hát ide írták, hogy oda van írva, hogy Magyarország mentességet harcolt ki. Akkor miért ne értenék egyet? A gázszállításokra is kiterjesztenék a szankciókat, bármint láttuk, ez nem történt meg. 8 szankciós csomag volt már, és egyiknek se volt a része, nyilván azért, mert mi kiharcoltuk, de akkor most itt mit gerjesztik a feszkót? A brüsszeli vezetők a szankciókat, a brüsszeli vezetők, amiknek mi is a részei vagyunk, a gázszállításokra is ki akarják terjeszteni. Az európai gazdaság jelentős mértékben függ az orosz gáztól. Magyarország esetében a függőség mértéke 85%-os, hát erre nem lennénk amúgy büszke. A gázszankciók lebegtetése nagyobb energia áremelkedést hozott, mint a háború kirobbanásának a ténye. Az Oroszország azzal fenyeget, hogy a szankciókra adott válaszul leállítja a gázszállítást. Ez veszélyezteti a lakások fűtését és az európai gazdaság működőképességét is. Ön egyetért a gázszállításokra vonatkozó szankcióval? Én egyetértek, mivel nincs rá szankció. Ez jó válasz? Szóval most azzal egyetértek-e, ami nem létezik, szóval egyetértünk, az a jó válasz, nem? Mi a jó válasz? A gázra nincs szankció, szóval egyetértünk azzal, hogy nincs szankció, de a nemet kéne ugye benyelölni szerintünk. A nyersanyagokra is vonatkoznak a brüsszeli szankciók. Na, Brüsszel, mondjuk úgy inkább az Unió betiltotta, aminek a részese vagyunk, és mi is megszabasztuk, így lenne jó a mondat. Az Oroszországból érkező szilárd tüzelőanyagok, például a szén behozatalát is. Tilalom vonatkozik az acélra és a fára is, és ezt más nyersanyagokra is ki akarják terjeszteni. Az energiaválság következményeként Európának a korábbinál nagyobb mennyiségű szilárd tüzelőanyagra van szüksége, és igényeit nem képes saját kitermelésből fedezni. Hajrá. Figyelj, Csoki, hogy nem lehet Oroszországból fát behozni. Nagy szükségünk van az orosz fára, amúgy is rengeteget hoztak be eddig, hogy ez sok dologgal fenyeget.
Mit tudom én? Hol hoznák át? Hát ide. Ezért ukránok átengedik, a csőbe belenyomják és átpumpálják, mint a földgáz. Amúgy nem, de itthonról nem lehet kivinni, még Európai Uniós országban is külön, nem tudom, miniszteri engedély kell, vagy mi a franc. Meg alapból van itthon kurva sok fa, szóval az éves 13... De itt azt írják, hogy Európa nem tudja megtermelni magának a fát, de mi meg tudjuk, szóval nem kell aggódni akkor, nem? Meg tudja termelni Európa magának a fát. Ez az egyetlen dolog, amit megtudunk. De amúgy ezt mondja a Viktor is, nem? Hogy egy dolog van a fa, amiből tudunk megfelelő energiát magunknak csinálni. De ez amúgy így van. Magyarországon, mondom, 13 millió köbméter faanyag termelődik minden egyes évben, abból, hogy ott áll kinn az erdő, és akkor abból levágunk 7 millió köbmétert, és abból 3 millió köbméter, amit tűzifának elégetünk. Most nyilván, hogy ebből mennyi kéne a 3 millió helyett, hogy a gázt kiváltsuk, az egy másik kérdés, és arra a választ meg kurvára nem tudom. De nem Oroszországból hoztunk be. Nem. Jellemzően ami plusz bejön az Ukrajnából, meg Szerbiából jött, de az papírozatlan szerintem. Jó, köszönöm a segítséget, a telefonos segítséget. Szívesen. Na, halló. Jó, hát akkor ezzel egyetértünk, nem? Igen. Nézzük tovább. A nukleáris fűtőelemekre is kiterjesztenék a szankciókat. Európai Parlament és több tagállam a nukleáris fűtőelemekre is ki akarja terjeszteni a szankciókat. Ez veszélyeztetné a stabil áramellátást és növelné az árakat. De most megint az van, hogy elmondják, hogy kiterjesztenék a szankciókat, de nincsen szankció, és utána meg megkérdezi, hogy na egyetértünk amúgy a szankciókkal, ami nincs. Persze az egésznek a poénja az, hogy eljátsszuk, hogy mit ezekre a irányított kérdésekre, amik, hogyha elég hülye lennél, akkor még oda is írják, kéken hosszan elmagyarázzák, bár szerintem a Fidesz szavazók nagy része nem tud olvasni, szóval nem biztos, hogy ezzel sokra mentek, de hogy vicceltem, csak kíváncsi voltam, hogy ki ez, aki megsértődik rá. Amúgy igaz. Hogyha még nem lenne egyértelmű, hogy mit kell válaszolnod, akkor még oda is írták neked. Innentől kezdve nyilván semmi értelme ennek az egész nemzeti konzultációnak, de mondjuk ezt megszoktuk, hogy semmi értelme a nemzeti konzultációknak, mert egyiknek sem volt, mindegyik irányított kérdések. De arra jó, hogy a büdös proli azt így, hogy bármi befolyása van bármire a politikára, de hát hogy lenne, hisz még a szegény Fidesznek sincsen, ez minden a baloldal, még mindig mindent a baloldal irányít, hát hogy lehetne nekünk csak azzal, hogy lobogtatnak majd, hogy pár millió ember kitöltötte ezt a dolgot, és beixelte azt, amit kértünk, hogy ixeljen be. Ez tényleg elhiszik majd, hogy a Brüsszelben tényleg beixelték azt, amit kérted, hogy ixeljenek be, amúgy is már meg vagy választva, és amúgy is kétharmaddal meg vagy választva, szóval őket képviseled, szóval elég lenne az is, hogy amit te mondasz, hisz te lettél megválasztva, hogy képviseljed őket, de hogy beixelte? Mariska néni beixelte azt, amire mondtad, hogy ixelje be? Na jó, van akkor, minden leáll, az egész unió politikája megváltozik. A paksi atomerőmű bővítése és a szankciós politika célkeresztjében van. Én azzal láthatatlanul egyetértek, nem értem, hogy miért olyan fontos a paksi atomerőművet az oroszokkal megépítetni. Lehet, hogy drágább lenne, de ez egy olyan dolog, amit benyelnék. Metrós balhé után én nem is mondanám azt, hogy annyira. Meg így úgy alapból a bizalmatlanság Oroszországgal szemben szerintem jogosan egy kicsit nagyobb. Nem tudom, hogy miért fontos Oroszországgal megépítetni ezt. Nyilván azért, mert Putyin zsebébe vagyunk, de Unió meg tudja akadályozni, hogy az oroszok építsék az atomerőművünket. Én nekem ezzel annyira nagy gondom nem lesz, mert akkor majd más megépíti. Nem biztos, hogy igen, egy EU-s kivitelező drágában építeni. Amúgy is nem számít itthon, inkább a haveroknak adják, nem az a lényeg, hogy ki milyen minőségben vagy mennyiért építené meg. Ugye kicsiben a Mészáros Lőrincnek adják, nagyban Oroszországnak. Haver. A szankciós politika a turizmus sem kíméli. Jaj. Jó, hát ez már az volt, hogy tesó, eddig csak 5-öt tudtunk írni, azért 7 a szép mesebeli szám, magyarok szeretik, minimum 7 kérdés legyen azért már, és így abban azért nem tudok mit írni, mit lehet még itt a szankciós politikára ráhúzni, már az második kérdés óta csak ilyen állítólagos szankciókról van szó, amiket még meg sem szavaztunk 8 kör alatt sem. Még mivel tudnám ezt? Na nézzük, mivel. A szankciók károkat okoznak az európai turizmusban is, amely egyébként sincs könnyű helyzetben a járvány utáni időszakban. Ez igaz. A beutazási korlátozások miatt jelentősen visszaesett az Oroszországból érkező turisták száma. Ön egyetért a turizmus korlátozásával járó szankciókkal?
Én amúgy igen. Ez annyira álszent, az úgy tenni, mintha az Oroszországból jövő turisták lennének, amin múlik most a sorsa a magyar turizmusnak, vagy az európai turizmusnak, mert ez nagyon álszent szerintem. A szankciót is bevezették, az presszionálja, más irányból presszionálja Oroszországot, az valamennyi az ott lakók diszkomfortjára hat, ami, hát ha sok dolog összeadódik, akkor az oroszországi lakosok hatással lehetnek valamennyire orosz vezetésre, bár nem úgy tűnik, de nem hiszem, hogy magyar turizmusnak az oroszok hiányoznak. Maradjunk ennyiben, hogy talán, ha ezen múlik, ezt egy kis támogatással is meg lehet oldani, mert amúgy csomó dologra van pénzünk, akkor akár erre is lehetne. Ezen nincs gondom, hogy az oroszok nem jöhetnek, bár nyilván nem az egyes orosz személyek hibája, a köznépé ez az egész, de az is furcsa lenne, hogy ezt kísérni, hogy ha jöjjenek már ide nyaralni az oroszok, amikor tele vagyunk ukrán menekültekkel, a szankciók növelik az élelmiszer árakat, és újabb bevándorlási hullámhoz vezethetnek. Tudjátok még mi van nagy mértékben? A háború. A háború se segít ezen a dolgon, ugye. A szankciók egy dolog, de nagyon sok alapvető élelmiszert Ukrajnában termelnek, és a világ egy nagyon nagy része onnan importálja be. Szóval az, hogy az oroszok éppen ott egy speciális katonai hadműveletet csinálnak, az lehet, hogy még inkább hatás van az élelmiszer árakra. Erről nem akarunk nemzeti konzultációt, hogyha ez a nemzeti konzultáció olyan erős, ekkora nagy faszunk lesz tőle, akkor nem csinálunk egy olyat, hogy ön egyetért a Putyin háborújával? Mert akkor lehet, hogy Putyin meglátja a nemzeti konzultációt, hogy micsoda, mindenki azt mondta, hogy nem szeretne háborút, akkor itt vége van, gyerekek, mindenki, vonuljunk vissza. Megint ez a dilemma, hogy akkor hagyod, hogy mindent megcsinálson Oroszország, és akkor még megtámad még egy országot, és amiatt majd azt se tud majd kaját szállítani, és az is ugyanolyan szopó lesz, vagy addig szankcionálod, amíg elmegy a kedve Oroszországnak, attól, hogy megtámadjon mást, és akkor lehet, hogy nem támad meg még egy országot, ami egy csomó kaját exportál amúgy. Hát ez egy érdekes és összetett kérdés, de ez megint úgy látszik, hogy megint itt egy orosz háború, és mégis minden a Brüsszel hibája. Nem látom, az orosz felelősséget nem nagyon hangsúlyozza ezt. Pár kérdésre ki lehetett volna egészíteni, hogy egyetért azzal, hogy Oroszország egy szuverén államot csak úgy lerohan. Hát, mindegy, ezt nem kérdeztük meg, majd máskor. És akkor ilyenkor azt mondják, hogy jó, de hát az Európai Uniós politikára hatással vagyunk. De hát elméletileg a baloldal van igazán hatásra, mint megtudtuk. Igazából a baloldalnak kéne megkérdezni, hogy mit akarunk, nem? De hát nem kérdezi meg, mert ők meg a Sorosnak a kottájából játszanak. Túl összefüggő ez a világ. A szegény Fidesznek nincs rá hatása, bár közben azt kommunikálja, hogy mindentől megvédett, de közben azt is kommunikálják, hogy igazából a baloldal miatt van minden, szóval a baloldalnak van rá hatása, de a baloldal meg a Sorostól kapja a pénzt, szóval igazából Soros dönt mindenfelől, úgyhogy igazából Sorossal kéne megbeszélni ezeket a dolgokat. Sorossal kéne megbeszélni. Ez a konklúzió. Segítettünk Viktornak, elmondtuk, hogy szerintünk mit kell csinálni. Ti is mindenképp töltsétek ki, segítsünk a vityáéknak, hogy jól tudjanak dönteni. Reméljük, hogy Szijjártéjék továbbra is megvédenek a elhibázott brüsszeli szankciós politikáktól, és van jobb ötletük, ami nem az, hogy belekeveredjünk a háborúba, se fegyver se szállítsunk, az se jó, hogyha katonai beavatkozunk, az se jó, a szankció van, de azért valamit azért csak ki kéne akkor találni, Vitya, hogy azért az, hogy csúnyán nézünk a Putyinra, az eddig nem nagyon vált be. Történelmileg sem azt mondanám, hogy az Oroszország az úgy általában csak úgy, ha megkértünk valamit, akkor arra hallgatott. Egy dolgot megtanultunk, de szerintem már nagyon sokszor megtanultuk az elmúlt évek során, hogy a Fidesz mindent tökéletesen csinál, Orbán Viktoréknak gyakorlatilag hibátlanul működtetnek mindent. Igaz, hogy itt van a legnagyobb infláció, és mi vagyunk, akik a legkevésbé tudják kifizetni az új gáz és áramárakat Európában. Mindegy. Mégis valamit mit csinálunk jól, és mindenki más a hibás, miközben amúgy mi megakadályoztuk a szankciókat, de mégis a szankciók hibásokkal belebonyolódtam. Az a lényeg, hogy felelősségvállalás az most se tanultuk meg, attól félek, hogy mostanában nem is fogjuk megtanulni. Ugye a tanártüntetéseket is a Gyurcsány szervezi, a baloldal miatt szar a forint, a baloldal miatt van szankció, Brüsszel is mindent elcsesz. Mindenki azon dolgozik, hogy rossz legyen Magyarországnak, mert hogyha Fidesz lenne hatalmon, akkor itt minden jó lenne. Mert ők mindent jól csinálnak.
bárcsak lenne, hogy mondjam, a Fidesznek hatalma ebbe az országba. Bárcsak ők irányítanának, bárcsak lett volna 12 évig megcsinálni ezt az országot, de majd egy szép napon, amikor újra Fidesz kerül hatalomra, és újra ő fognak irányítani, akkor újra szép ország lesz. Addig meg... Hát ez van.